Azt látjuk tehát, hogy az elektromos térerősség Z komponensére, illetve a mágneses térerősség Z komponensére egy-egy hullámegyenletet kapunk. Az alak teljesen ugyanaz, betűcserével az egyik a másikba átírható, de a perem feltétel az más, az egyiknél EZ egyenlő 0, a másiknál pedig Neumann típusú feltétel DHZ per DN egyenlő 0 kell, hogy teljesüljön. Ennek megoldására létezik egy technika, amelyet szorzat szeparációnak hívunk. Tehát a szorzat szeparációs alak következőt fogja jelenteni, hogy az EZ, amely X-től és Y-tól függ, ezt már jól ismerjük, fel lehet úgy írni, hogy egy nagy X szorozva X, bocsánat, nagy X, ami az X-től függ, szorozva egy nagy Y, ami az Y-tól függ, tehát egy nagy X függvény és egy nagy Y függvény szorzatával írjuk fel az EZ-t, az első tag csak az X-től, a másik csak az Y-tól fog függeni, a szorzat pedig nyilván X-től Y-tól fog függeni. Ez egy módszer, hogy lehet ilyen típusú egyenleteket megoldani. Helyettesítsünk vissza ide, azt fogjuk kapni, hogy D négyzet per DX négyzet, nagy X szor nagy Y, tehát nyilván az EZ helyére az X-szer Y-t helyettesítsük. De ez nagy X-szer nagy Y, tehát ez két függvény, ezt ne felejtsük el. Plusz D négyzet per DY négyzet, nagy X szer nagy Y, plusz K négyzet szer nagy X szer nagy Y, az egyenlő nullával. Most az EZ egyenlő nullában roppant egyszerű dolgunk lesz, hiszen a nagy X-nek és a nagy Y-nak, mivel adnak nullának kell lenni a csőtávvonal felületén, azt annak megfelelően kell megválasztani. Előre elmondom, hogy ilyenkor színusz és koszinusz függvények szoktak előkerülni, jelen esetben majd színusz függvények lesznek, hogyha derivátról van szó, akkor pedig koszinusz függvények kellenek. Ezt jegyezzük is meg, mert egyszerűbb lesz, mert az elektromos térerősségnél színusz függvények fognak előjönni, mert itt lehet beállítani egyszerűen azt, hogy az x egyenlő 0 helyen és az x egyenlő a helyen, valamint az y egyenlő 0 és az y egyenlő b helyen 0 legyen az EZ, tehát a szorzat alak. Itt pedig a színusz deriváltja, a koszinusz fog előjönni. Tehát nyilvánvalóan az x szerinti deriválás az csak az x-re lesz érvényes, ezért felírhatom ezt úgy, hogy y-szor d négyzet x per dx négyzet. Az y szerinti deriválás nyilvánvalóan csak erre a tagra lesz igaz, ezért az x ez kiemelhető a szorzatból, d négyzet y per dy négyzet plusz k négyzet xy lesz a vége. Osszuk el ezt x-szer y-nal, azt fogjuk kapni, hogy 1 per x d négyzet x per dx négyzet, és ez a tag lehet látni, hogy csak az x-et tartalmazza, a nagy x függvényt tartalmazza, amely az x-től függ egyedül. 1 per y d négyzet y per dy négyzet, kapunk egy olyan tagot tehát, ami csak az y-tól függő nagy y függvényt tartalmazza, plusz k négyzet, és ez egyenlő nulla. Itt bevezetünk egy definíciót, ha úgy tetszik, azt mondjuk, hogy a k négyzetet fel lehet bontani kx négyzet plusz ky négyzet alakra. Tehát ez vele járója ennek a szorzat szeparációs alaknak. És azt fogom mondani, hogy ez legyen mínusz kx négyzet, ez legyen mínusz ky négyzet. Hogyha ez igaz, akkor ez is igaz, sőt, azt fogom írni, hogy ha igaz az, hogy az 1 per nagy x, d négyzet x per dx négyzet egyenlő mínusz kx négyzettel, és emellett az 1 per y, d négyzet y per dy négyzet egyenlő mínusz ky négyzettel, tehát ez a kettő külön, vagy bocsánat, ez a kettő együtt igaz, akkor ez az egyenlet is igaz lesz. Hiszen ebből a feltételből indultunk el. Most az ilyen típusú egyenletnél a megoldás az viszont roppant egyszerű. Ezzel már foglalkoztunk is a távvonal elméletnél, amikor a feszültségre vezettük le az egyenletet.
Ennek az egyenletnek a másik alakja az, hogy d négyzet x per dx négyzet, ezzel az x-el átszorzunk és nullára visszük, az kx négyzet szor x egyenlő nulla. Ez ugyanaz, d négyzet y per dy négyzet plusz ky négyzet y egyenlő nulla. Tehát ez az egyenlet már roppant egyszerű, egy változós egyenlet, holott ez két változós volt, a szorzat szeparációs alakkal ez a két változós egyenlet két darab egy változós egyenletté írható át. Ja, akkor úgy szokás eljárni, hogy az x az m szeréjed lambda x, ugye ezt az alakot vesszük fel, az x-nek a deriváltja az lambdászor m-szer éjjel lambda x, a második deriváltja, hiszen erre van szükség, az pedig lambda négyzet. Ha visszahelyettesítünk, azt fogjuk kapni, hogy lambda négyzet m-szer éjjel lambda x plusz kx négyzet m-szer éjjel lambda x. Tehát ide és ide helyettesítjük vissza ezt a két formulát, ez egyenlő nullával, az m-szer éjjel lambda x-el lehet egyszerűsíteni, és azt kapjuk, hogy lambda négyzet az egyenlő mínusz kx négyzet. Az x az indexben van, ezt ne felejtsük el. Ebből azt fogjuk kapni, hogy a lambda 1, 2 az egyenlő plusz mínusz j-szer kx. Tehát két saját értéke lesz ennek az egyenletnek. Itt az y-t úgy fogjuk kifejezni teljesen hasonló módon, csak nem m-mel jelölöm, hanem n-nel, hogy meg lehessen különböztetni. Éjjel lambda y, és ugyanezzel a metódussal kapunk két saját értéket, lambda 1, 2-t, ami plusz-minusz j-szer ky-t fog jelenteni. Na most, hogyha saját értékek konjugált komplex párt alkotnak, ráadásul nincs valós részük, hanem tisztán képzetesek, lehet látni, hogy plusz-minusz j-szer kx, plusz-minusz j-szer ky, ilyenkor legyen mindig gyanús az, hogy színuszos-koszínuszos függvényekről lesz szó, ahogy ezt már korábban beharangoztam. Nézzük meg, milyen típusú függvény lesz a nagy X. A nagy X az tehát m1-szer ead kx szor x, plusz m2-ször ead minusz j-szer kx szorozva x-el. Ez az alap nagyon jól ismert, a haladó és a reflektált hullámokhoz hasonló, csak ott nevet is adtunk az m1, m2-nek. Itt azonban egy ilyen függvényről van egyszerűen szó. Az y az teljesen hasonló módon n1-szer ead jky plusz n2-ször ead minusz jky. Na most az M1 és az M2 azok konjugált komplex párt alkotnak, tehát az M2 az M1 csillag, az N2 pedig N1 csillag, hogyha az elektromos térre oldjuk meg a feladatot, hiszen az EZ egyenlő nulla csak akkor jön létre, és hogyha visszaemlékezünk, akkor csőtávfonalnak ez volt a keresztmetszete, hogy itt az X egyenlő nullával, itt az X egyenlő A-val, a függőleges tengelyen y egyenlő 0 és y egyenlő b. Tehát, hogyha ilyen típusú feltétel van, hogy ezen a két helyen az x egyenlő 0 és az x egyenlő a, valamint az y egyenlő 0 és az y egyenlő b helyeken nulla értéket kell, hogy felvegyen maga a függvény, amit keresünk, talán az ez, akit ebben az irányban az x-nek kell ezen a helye, két helyen nullának lenni, a függőleges irányban pedig a nagy y-nak kell ezen a két helyen nullának lenni, és ha jól belegondolunk, mivel tudjuk, hogy konjugált komplex párok vannak, és csak színusz-koszínuszos függvények lehetnek, akkor itt ilyen típusú színusz függvény lesz, az y pedig ilyen típusú színusz függvény lesz például. Illetve természetesen ennek harmonikusai. Ezért mondom, hogy az M1 és az M2 között ilyen típusú kapcsolat kell legyen, hogy az EZ-re írjuk fel az egyenletet, tehát a nagy X az gyakorlatilag m-szer ead kx x, és nyilván tiszta komplex, ezért ez j-szer m lesz, és mínusz j-szer m-szer ead mínusz jkx x lesz. Most ebből úgy kapunk színuszt, hogy az 1 per j egyenlő mínusz j-t feltételezve, j-t leviszem a nevezőbe, negatív előjelet ide kiteszem,
és az lesz, hogy az m-et meg mondjuk ide mögé, mert ugyanaz, azt kapom, hogy ead kx szer x minusz ead minusz jkx szer x, és hogy tudjuk, hogy kell még egy kettes, ezért a számlában nevezőbe beviszem ezt a bizonyos kettest, és már is megvan az, hogy ez minusz 2 m szer színusz kx szorozva x-szel. Az y teljesen hasonló módon, tehát ez lenne a nagy x függvény, az y teljesen hasonló módon minusz 2 n szer színusz ky y lesz végeredményünk. Tehát az elektromos térerősség, ha úgy tetszik, és most már felírhatom ide, mondjuk ide írom, és aztán a következőben majd megismételjük, hogy az elektromos térerősség, ami az x-től y-tól függ, az nagy x-nek és nagy y-nak a szorzata, csak lehet látni, hogy ez kettőt összeszorozzuk, akkor a negatív előjel ki is esik, 2m-szer 2n, ez mondjuk 4m-szer n. Az, hogy az m és az n külön-külön micsoda, az különösebben nem is érdekes, és azért, hogy az EZ-ről legyen szó, ezért ezt én EZ kalapnak fogom elnevezni, tehát ez az EZ kalap, ez gyakorlatilag a 2m-szer 2n ebből a szorzatból, szorozva színusz kx-szer x, szorozva színusz ky szor y. Tehát ilyen egyszerű eredményt fogunk kapni az elektromos térerősség z irányú komponensére. Tehát még egyszer elmondom, ezt az egyenletet kell megoldanunk ezzel a feltétellel. Szorzatszeparációs alapban keressük a megoldást, ennek ez egy technikája, ezzel többet ne is foglalkozzunk. A levezetésekből pedig az jött ki, hogy ez színuszos függvény, két színuszos függvény szorzata lesz. Az egyik színuszos függvény az x irányban, a másik színuszos függvény az y irányban van, és ezek a szorzat szeparációs alaknak megfelelően az első tag csak az x-től, a másik tag pedig csak az y-tól fog függeni, és lesz valamilyen érték a két színuszos függvény szorzata előtt. Most nagyon hasonló lesz a h-nak a levezetése. A h egyenlete ugyanaz, ahogy lehet látni, ezt már többször megállapítottuk, de a perem feltétel más. A levezetés alakja szorzatszeparációs alakból kiindulva tökéletesen ugyanez, de mivel koszinuszos függvény kell, az m1 és az m2, valamint az n1 és az n2 itt ugyanaz lesz. Ezt ideírom külön, hogy ezen a lapon maradjunk, tehát az m1 és az m2 meg fog egyezni, az n1 és az n2 szintén. Ennek eredménye az lesz, hogy a h z x y, amely szorzatszeparációs alak lesz, azt fogjuk kapni, hogy h z alap, ami szintén egy hasonló formula az m-nek és az n-nek a szorzata, csak éppen koszinusz k x x, koszinusz k y lesz ez a formula. Ne felejtsük el még ide a végére írni, hogy e ad minusz j beta z, és ide is, hogy e ad minusz j beta z. Tehát az elektromos térőség z irányú, elektromos térőség z komponense, ami az xy-tól függ, az a két szorzat alap, az ez kalap, szorozva színusz kxx-szel színusz ky y, szorozva e ad minusz j beta z, de ez már akkor az ez, ami az xyz-től függ. A h-ra hasonló alak, csak az pedig két koszinuszos függvény szorzata lesz. Tehát gyakorlatilag ennyi a különbség az elektromos térőség x és a mágneses térőség, bocsánat, az elektromos térőség z és a mágneses térőség z komponense között. Úgy könnyű talán megegyezni, hogy mind a kettő szorzat alak, mind a kettő szorzat függvény, az elektromos térerősség, ha erre a képre gondolunk, a színusz függvény miatt elégíti ki azt a feltételt, hogy a csőtávvonal falán nulla. Ez pedig a koszinuszos függvény miatt elégíti ki, hiszen annak deriváltja a színusz, hogy a derivált nulla a csőtávvonal falán. Tehát az elektromos tér két színusz szorzata, a mágneses térőség pedig két koszinuszos függvény szorzata lesz, valamilyen amplitúdóval, és a terjedésnek megfelelő e ad minusz j beta z tag szerepel még itt. Ezt a következő fólián újra fel fogom írni.